Létezik Magyarországon egy edzőterem, ahová világsztárok járnak tréningezni, nem akármilyen számban, hanem nagyon nagy mennyiségben. Az edzőteremnek a tulajdonosa Szedlacskó Ádám, aki elég, hát, izgalmas módon jutott ehhez a teremhez. Hogy indult az egész? Hát nem izgalmas módon, mert nem tudtam, hogy ez lesz belőle. Ez csak egy hobbi, egy szenvedély volt. Innen közelítettem meg az egész üzleti vállalkozásomat, hogy szívvel, szenvedéllyel csinálom, mert szeretem a testépítést, a sportot, és üzletileg viszont visszaköszönt az egész. Ez az én nagy szerencsém. Tehát ez nagyon fontos, hogy bármiben az életben, ha szívvel, szenvedéllyel csinálod, akkor lesz sikeres. Hát csak azért kell dolgozni, mert dolgoznod kell, lehet, hogy nem fogod szeretni a munkádat, és hogy az Arnold is mondta, hogy nem tengődsz az életben, de úgy dolgozni mindenkinek kell. Tehát visszatérve, én nagyon szerencsés ember vagyok, hogy a hobbim a munkám, ezáltal nekem sose kell dolgoznom, mert hogy, ezt imádom csinálni. Hogy találtad a termet? Én 90-es években dolgoztam személyedzőként a Szent Király utcai Gozsim edzőteremben, ami később bezárt, most tényleg így tőmondatokban lerövidítek 20-30 évet. Tehát bezárt, később leraktározták a gépeket, és az akkori tulajdonos nem tudom milyen okból, vagy hogy gondolta, hogy én azt meg tudom venni, felajánlotta, hogy, és megkérdezte, hogy érdekelne a géppark engem. Úgy, hogy akkor még nem volt rá pénzem, helyem, koncepcióm, álmom se az egészre, és rögtön mondtam, hogy igen. Akkor még nem tudtam, hogy valósítjuk meg, vagy hogy fog megtörténni az egész, de mivel tudtam a géppark értékét, meg ez Gozsi, meg amerikai stílus, én rögtön igent mondtam, és onnan indult el az egész. A név, igen, folytasd. A Flex név, az onnan jön, ez a gépparknak az a neve, hogy Flex Equipment, amit már nem gyártanak, viszont a szögek, a fakereket már kitalálták, tehát a 45 fok az 45 fok, semmi nem változott azóta a gépgyártásban se, max sok csinnadrattát külé raknak, vagy design elemet, de ezek a egyik legjobb gépek, a visszahalva Jay Cutlertől, Kevin Levrontól, Flex Willertől, az összes versenyző, aki 90-es éveken készült, imádta, és ezeken a gépeken edzett. Tehát én tudtam a géppark értékét, ezt nem tudom a mai idő szerint, tehát 2024-ben ilyen gépparkot akarná venni, már ugye nem gyártják. Nem az a kérdés, hogy mennyi, hanem hogy van-e vagy nincs. Tehát ennek ez klasszik, és ez a húzó ereje az egésznek, illetve ez ki lett egészítve további amerikai gépekkel, amit fontosnak tartottam, hogy a teremnek tartalmaznia kell. Volt egy apró kis németországi kalandod is időközben. Igen. Akkor szerezted meg a tőkét? Nem. Szereztem meg, ott jártam gimnáziumba, kint éltünk édesanyámmal, német férje lett, csak én haza költöztem, nekem mindig egy álmom volt az edzőterem létrehozás, amit bíztam benne, de nem láttam még az utat, hogy történik, hogy mindent csináltam az életben, voltam külkereskedő, masszőr, reptéren dolgoztam, mindent csináltam, mert kellett dolgozni, azért az embernek meg kell élni valamiből. És akkor jött a lehetőség, kaptam egy kölcsönt a gépparkra, és onnan elindult az egész. Bíztak bennem az emberek, illetve a feleségemmel üzemeltünk előtte egy nagyon kicsi konditermet, Mirror Fitness a neve, a Városmell utcában, és azt úgy üzemeltük, ami nagyon fontosnak tartom az életemben ezt az időszakot, mert ha te belecsöppensz egy ötszintes terem üzemelésébe, akkor el fogsz bukni. Tehát végigjártam a lépcsőket. Mi hétfőtől vasárnapig mi ketten dolgoztunk. A feleségem a Netti nyitott, ott volt, én a gyerekeket bevittem az óvodába, bejöttem a terembe, személyedzést tartottam, figyeltem a terem üzemelésre, ez alatt értem a gépek működését, a tisztaságot, stb. Este feltakarítottam, és másnap megint ő nyitott. Ezt csináltuk 2 éven keresztül. Tehát ez volt a nagybetűs iskola. És ezáltal lehetett tovább lépni egy nagyobbat. Amit úgy gondolom, mindenkinek jó esetben van egy lehetőség az életben, vagy kapsz egy lehetőséget az élettől, és mersz-e vele élni, vagy nem. Tehát úgy, hogy kölcsönkértünk, megvettem a gépparkot, nem volt még hely neki, és mégis bíztam az álmaimba, meg a víziómba, és megcsináltam. Hogy az Arnold, hogy még lefont legyen egy vízió, dolgozz meg érte, és stb. Tehát így vannak az ő törvényei az életbe, ami nem a testépítése vonatkozik, hanem minden embernek az életében, hogy így kéne fölépülnie, és segít. Most egy nagy nekifutást kérek, egy nagy dobbantást, mert a világsztárokhoz kellene, mindenki által ismert világsztárokhoz kellene megérkeznünk. Hogy sikerült felvenned velük a kapcsolatot egyáltalán?
Hogy szereztél tudomást arról, hogy ők itt járnak a városban? Az első világsztár, ugye az a legnagyobb, egyik legnagyobb volt a Dwayne Johnson 13-ban, akinek az unokatestvére forgatás alatt keresett egy amerikai stílusú edzőtermet. Ő a Tanuai Reed volt, ő a Dwayne-nek a unokatestvére, aki ugyanígy néz ki, ő esik el, széttöri magát a Dwayne helyett. Azóta is ismerem, jóban vagyunk, egy nagyon-nagyon szimpatikus sportember, fantasztikus. Hát ezeket tényleg szikla, ahogy hívják, 2 méter magas, és viszont végtelen jó szívű, jó emberek. Nagyon-nagyon sokat tanulok én tőlük így az életben. Az unokatestvér ajánlotta a te termelet, vagy te mentél? Ő ajánlotta a Dwayne-nek, és onnan kezdődött az igazi munka, tehát beleestünk a nagy medencébe. A Dwayne minden nap jött, a testőre például 10 perccel előtte szólt nekünk. Nem azért, mert nem szeretett, vagy nem bízott bennem, neki ez egy koreográfia volt, hogy nem jelezte előre az érkezést a paparazzik miatt, a rajongók miatt, és a színész, a védence. Nem attól kell védeni, hogy megsértik, vagy bántani akarják, nem politikus, hanem hogy nyugalma legyen. Tehát 10 perccel előtte jelezte, tehát én fél évig a terem körzetébe, tehát nagyon nem mehettem messze, mert úgy történt a telefon, hello Adam, jövünk. És akkor áttettem a zenét, néztem, hogy hányan állnak kint, mert már tudták a városban, hogy a Dwayne itt garázdálkodik, és jön a flex, tehát ott kellett állni, ne menjenek be, ne csesztessék, mert ha el van rontva, akkor elmegy. Ez nagyon kemény volt. És ugye a teremben, hogy fogják a telefont a kezükbe az emberek, és kattogtatják a képet oda menni, kedvesen jelezve, ezt nem lehet, törölje ki. Ugye neki is fontos az imidzséhez, hogy neki az volt a kíváncsi, hogy ne készül róla kandi kép, mert esetleg előnytelen, neki egy mosolygós, kedves imidzse van, edzés közben meg azért vicsorít, vagy mindegy, megértem. Tehát ő egy napi 8-10 órányi forgatás után egy 40 perc nyugalmat szeretett volna, ami érthető is. Tehát ez szerintem ez mindenki így szeretné, ha az ő helyzetében. Ezért ő lezáratott különböző terület? Nem, mindenki ott volt, tehát ezért volt kemény, hogy figyelni az emberekre közben. Tehát nem tudom, én nekem ezt vagy a nagymamától örököltem, ez a vendéglátás nekem, ők ezt nagyon látják, hogy ezt nem azért csinálom, mert a Dwayne Johnson, hanem én azt akarom, hogy a vendégem a legjobban érezze magát, és ilyet nem kap a világon. Hogy a vize ott van, a törcsé, a zenéje, mindene, amire... Ő háklis vendég volt? Nem, azt mondtad. Nem volt, egyik sem volt háklis. Ki volt a következő? Oké, Dwayne tovább vitte a hírt, ki volt a következő, aki megérkezett hozzá? Hogy a hírek hogy mentek, mit mentek, ki hozt, az most abban ne is térjünk be, mert nem lesz fél óra. Jó, tehát most így a nagy vonalakban gondolom. Hogy... Jó. Hát pontosan sorrendben szerintem Dave Bautista, utána jöttek... Vele nagyon jobb vagyok mai napig. Tehát ő hívott magát Floridába motorozni. Én az Arnoldhoz Kaliforniára járok, ő a keleti part, tehát ő Floridába él, Tampán. Nagyon jó idő van, tök jó minden, csak nem, én a nyugati partra szoktam menni Arnoldhoz, tehát a Florida az nekem kiesik. De hívott, és menni kell, és tényleg ki kell használni minden lehetőséget. Barátságos fiú ő? Nagyon. És jól is edz? Jó, hát ugye ő pankrátor volt, ő jiu-jitsuzik, egy sportember, egészségesen él, és ami szereti a kutyákat, tehát azt tudom elmondani, ami nem mondok el, olyat, ami titok, mert ugye én nagyon lojális vagyok mindenkihez, bár semmit, olyat nem mondok el róluk, amit nem szabadna. Szóval a Dave az egy végtelenül, és az tetszett benne, hogy nyitott, tehát ha nem volt forgatás, ő hajlandó volt rám hagyni, hogy programozzunk. Lementünk a Balatonra, ugráltunk vitorláshajóról a Balatonra, szeptember elején volt, és jó idő volt még. Motort béreltem neki, elmentünk motorozni Szentendrére, Esztergomba, örök élmények. Motorcsónak hozni a Dunán, onnan mutattam meg a város. Tehát az nagyon jó, hogy valaki nyitott a programra, és érdekli. Az Uma Thurman sikerült bemenni a parlamentbe, megnézte a Szent Koronát. Tehát ez szerintem fantasztikus dolgok, hogy nyitottak rá az ember, hogy megismerik a városra. Érdekli őket a város. Van, aki nem. Valaki. Jó, azért már a Covid alatt nem mehetett sehova, és a Thomas szállodába ült. Tehát az rettenet lehet. Csak... A világ egyik legszebb városa, meg történelmünk különleges, tehát ezt látni kell, és tök, hogy erre nyitott valaki, és ők azok. A Total Fun Sport olyan nézőinek, felsorolnám Dave Bautistának a filmjeit, amellyel tudják őt azonosítani, a Galaxis őrzői, Riddick, Kickboxer, Fosztogatók, Szárnyas fejvadász, ez mondjuk egy kicsit meglepett, Supercell, a Dűne és Dűne, a Tor. Dűne, az nagy. Hát ő az a színész, ez nem tudja senki, aki legtöbb filmet forgatott Magyarországon, 6 filmet.
Tehát a Dűne az az elég jó volt. Én nem szeretem ezt a science fiction vonalat, de ez jó, jó adaptáció. Nem panaszkodott Dave, hogy ott a galaxis őrzőjében ilyen nagyon kemény maszkot kellett fölrakni? Hát elmondom neked, egyik se panaszkodik soha. Tehát nem hallasz nagyon negatív, hogy jaj, ez jaj, semmi. Hát ez föl kéne nekünk vennünk magyaroknak ezt a panaszkodás elengedés, mert senki nem kíváncsi rá, meg kell oldanod, de mi azért panaszkodunk, nem? Tehát, ha úgy szeretjük, igen. Nem, hogy sajnálnak minket. De hát igen, ez a vicces volt a Kis Ádám stand-up comedy-ben, és ahogy Amerikában jártok, és mondta ez a hey, how are you, de már tökre nem érdekel, hogy mi a válasz, de ők így az olyan, mint a szia. Tehát how are you, de mi magyarok elközünk, jaj, képzeld el a derekam, a szomszéd, a feleségem. Tehát, semmi nem jó. Szóval ez nagyon jó, hogy én föltöm ezt a pozitívit, ezt nagyon irigylem tőlük. Mindig feltöltődsz mellettük? Nagyon. Pláne egy Jamie, egy Kevin Hart, ők még lazábbak. Mert nagyon siessz, nagyon siessz, ne jó, siessz. Csak maga a stílus nekem nagyon be. Ádám, ezeket a hajózást, meg a Balatont, ezt ki fizette? Ők fizették, vagy ezt te rendezted? Hát a nagy vitorlást azt ő, nagyon nagy vonalú, meg nagyon hálás a személyzetnek, akár egy étrembe, és valamit én, tehát a motorozást azt én szerveztem neki. Ki volt a következő híres embered? 16. Arnold jött ugye a szemináriumot, amit Magyarországra tartott. Hát Arnolddal aránylag személyes a barátságod, mert hogy sokat találkoztok. Hát naponta beszél. Hát sok mindenki nem tud mindent, nem fogok mindent elmondani, de naponta órák, és én szerintem azért nem haltam bele a sakba, mert hogy szeretem, és ez engem feltölt, mert 2020. március 15-én kezdtünk el online sakkozni, ugye FaceTime-on, ott szidjuk egymás közben, ha másik nyer. És ha belegondolsz, 9 óra különbség van, tehát én 2020 óta, én minden éjjel, ilyen éjfél és három között fekszem. De most, ha engem hív Arnold, én azt nem tudom azt mondani, ma nem veszem fel, mert nem. Tehát ilyen még nem volt. Tehát olyan adrenalint kapok, és a példaképpen van miatta kezdődött-e bármi az életem, ez egy csoda. Tehát 7 milliárd emberből minden nap engem hív. Van, tudom, kik a barátok, de időben legtöbbet... Én mondhatom, én vagyok, mert én az időmet tudom adni. Én semmi más nem tudok neki adni, neki mindene megvan, még azon túl is, az operencia is túl, hogy szeretem, mint barát, és az időmet. Hát mit tudnék, nem tudok mit adni. Mit adsz egy olyan embernek, hogy mindene megvan? Semmit nem tudom. És én az embert látom, mi történik, amikor megyünk valahol, vagy mi történik így a globálisan körülötte, de hogy amikor az embert látod meg, azt az osztrák srácot, amilyen volt, figyelj, ez megható. Ő kibírja, hogy ne gráci dialektussal beszéljen hozzád? Hát én beszélek, németül beszélek. Azt tudom. Tehát az a jó. Ez az előnye, hogy én kim voltam Németország. Az rendben van, csak hát a gráci dialektus az egy kicsit más. Nem az a nagyon erős, de meg én utázom, amiket mond. De nagyon, nagyon elküld a nénikémbe, ha nyerek. Hogy áll a meccs? Hogy áll a győzelem? Ő vezet, de nem hagyom magam. Nagyon jól játszik. Nagyon jól játszik. Tehát én mondjuk 1003-as vagyok, ő meg 1550, 1006-os, ezért az jó. Ez az élő pont száma? Igen. Aha. És nem mondod? Én akkor tudok nyerni, ha hibázik, és észreveszem a hibát. Mikor szokott fölhívni? Forgatások között, vagy forgatás után? Ott reggel 9-kor van, délután 6. Vagy amikor kell, ilyen 7 körül, vagy délután este. Most is este hívott. Pont a felvétel előtt is beszéltetek? Hát éjjel. Éjjel beszélt. Mi a láttam, hogy hívott 3-4-3-kor, de akkor én már kidőltem. Tehát én becsukom a szemem, ott már az ágyat elvihetik alólam. Ott már. De mi? Még Putyin elnök is hívhat, akkor sem veszed föl, nem? Nem. Miről nem. Beszélgettek? Mindenről. Ugyanaz a... Tehát azért lehettünk barátok. Ugyanaz a életfelfogás, stílus, humor, mindenről. Motorról. Most nem részletezem. Az önéletrajzi filmje, ami a Netflixen ment, az engem lenyűgözött. Ez az ember, ahogy fölépítette magát, Amerikában hát egy elég nehéz sorsú fiúként Kalifornia kormányzója lett. Azon belül is azért, mert az apukája Mennyhártot, a testvérét preferálta, részesített előnybe, és neki nagyon küzdeni kellett. Illetve az az érdekesség a dokumentumfilmben, hogy végig ott voltam vele. Tehát amikor mentünk fel a filmbe, és itt vannak a videók, amiket felvettem, ugye ezt nem lehet kirakni. A Netflix, amikor veszi, megyünk fel tába, biciklivel, Grazból, amikor ott a osztálytársulja vagy. Hát ez egész... A szülői házhoz igen, is ellátogatott. Egyedül egy helyen nem voltam vele a Sun Valley-ben, de ott most voltam vele októberben ketten.
oda fölrepültünk, az fantasztikus, gyönyörű ház, ízléses. Illetve visszatérve a dokumentumfilmre, ott edzettünk együtt Venice Beach-en, hátsó válaszott, és én számoltam neki németül, és végigvette a Netflix, mondom, csak 2 másodperc maradjon benne, nem azért, mert én valamilyen hírnévre szeretnék szeretni, hanem ez egy maradandó élmény. De volt ott más barátja is, aki 30 éve barátja, ő sem volt benne. Tehát azt mondom, hogy jobb is, mert az lett, hogy most a Ádám 10 éve ismeri, most ő hogy kerül oda, én meg 30 éve. Tudod, nem akartam ilyen féltékenység volt, vagy konkurálást. Mi edzettünk együtt, és nagyon... Hogy kerültél egyáltalán a közelébe? Honnan indult ez 10 évvel ezelőtt? A nagy budapesti forgatás után, ami 18-ban volt, 2018-ban. A vörös, nem a vörös. Nem, a Terminátor 6. Uh-huh. Akkor ugye minden nap jött edzeni. És őszintén Dwayne Johnson után szerzett információt a te edzőtermedről? Nem, mi ismertük egymást már 15-ben a budapesti szeminárium után. Én a szponzoráltam azt az eseményt, illetve a sofőrje voltam. És ott már beszéltünk németül, és eljött az edzőterem. Az volt az első sok, de az tényleg egy sok az első. És tehát utána volt egy csomó más színész is, majd belekérdez, a Jamie Foxx, a Harry Cavill, Kevin Hart, tehát sokan voltak azóta, de az a különbség, vannak barátságok ezekből a kapcsolatokból, és hihetetlen az egész, de az Arnolddal, tehát 3-4 legjobb barátom, és abból egy az Arnold. A szeminárium, ülsz az autóban elől, Schwarzenegger ül hátul, neked Arnie, ugye? És egyszer csak megszólít téged. Vagy már kialakult a kapcsolat? Kialakult, nagyon, nagyon barátságos, és a földön jár, tehát el nem tudnád kézni. Mint ahogy mi beszélünk, mondjuk. Fantasztikus. Mindent lát, mindent figyel. De ezt nem úgy kell kérdezni, hogy Arnold meg a Terminator, Governator, tehát nem hiába került oda. Tehát csak egy példa, hogy Sacramento-ban fönn voltam vele azon az ünnepségen, a 20. kormányzóságát ünnepelték, és elmondta, hogy ugye tilos a dohányzás, meg Amerika, stb. Középpen a Kapitóliumban kialakított egy sátrat a szabadtéren, ott volt a szivarozás, és akkor ott tudott beszélni demokrata, a republikánussal, és egy ilyen baráti viszonyt, és ez azóta is teljesen oda vannak érte. Tehát ő például azt mondja, hogy nem politikus vagyok, hanem public servant. Ez mindig azt mondja, hogy politikus ideges, ő public servant. Azért nem kért ott fizetést, ő a népet, az államot szolgálta, és tényleg adott a olajtársaságoknak is itt a környezetvédelemmel, amivel mai napig foglalkozik. Tehát víziói vannak, azt végigviszi. Hát ahogy az egész élete egy vízióra alapult, aztán valóság lett belőle, és ennek te is részese vagy. Szóval a Netflix, azt kivágták azt a részt, de az egy jó dokumentumfilm, azt mondom. Tehát egy 90%-ban minden benne. Én egy ültőhelyben néztem végig mind a 3 részt, és utána még piszkáltam a gépet, mondom, hát ha van valahol eldugva egy negyedik, de sehol. Jól edz egyébként, Arnold? Hát. Nem csal? Sose csal. Hát miért nem meg neki csal? Ez magával szúr ki. De nem ez rendesen, akkor minden nap bringázás van, és edzés, meg sok. Nagyon vigyázz az étkezésére is, ugye? Meg egy csomó állatot tartod a haza. Hát a FaceTime-on mindig mutatja az állatkákat, de volt, amikor ott aludtam fönn nála, hogy tehát amit így látsz ilyen videókban, hogy olyan szürreális volt, hogy fölkeltem, lementem, kiengedtem a csacsit, kiengedtem a pónilovat, ott rohangált a snitzel, a kismalac, meg a kutyusai jönnek. Snitzel az a malac neve? Nem, a Schnelli, bocsánat. A Schnelli. Mert azt hittem, hogy... Snitzel az a középső kutyus. Aha. Mert van egy malamut. Az a Dutch, az a malamut, nagy kutya, de... Meg van egy 15 éves Yorkshire, akit örökbe fogadta. Ilyen 15 éves. Hát az már nem is tudjon fut sehová. De, még az a legalább. Ő a főnök elmondott. A kicsi. A dölébe veszi vacsora közben, és így jönnek hozzá a kis malacka, lovacska. Mert ugye az egy olyan előtér, ahol bejöhet állat. Úgy képzeljük, hogy van egy ház, és oda bejönnek az állatok. Ott lehet, az még ilyen félig kert, félig a házba. Tehát egy ilyen... Kabona hely. Nagyon, nagyon szép. És akkor fogja a kezébe, és ahogy jönne többi állat, az a kicsi, az elzavar mindenki. Vicsorít, mint egy orosz. Nagyon vicces. Tehát ő a főnök, a Yorkshire, a 15 éves. A maroknyi Yorkshire. De csak az Arnold dölébe. Ahogy leteszi, akkor elsőt. Annyira már nem bátor, hogy a malamuttal összeakadjon. Következő vendéged, Kevin Hart, azért kérdeztem csak a csalást, mert az ő bicepszezését láttam, és megállapítottuk, hogy hát ő azért lendületből meg nem engedte le a karját. Ő milyen fickó? Jó, hát az ilyen, nem csak olyan, tehát
funkcionális edzést is csinálni. Ő nem egy Mr. Olympia, nem egy sportó, edzenek, hogy jól nézzenek ki. Nagyon-nagyon jó fej, tényleg olyan, mint ahogy a filmekben, hát egy tiszta humor. Az egy kemény volt benne, hogy a Covid alatt jöttek, tehát nem volt ember, zárás után jöttek be, és akkor ugye a Rolival átalakítottuk minden egyes nap a lenti földszintet, hogy ne kell mászkálnia, azokkal az eszközökkel, ami neki kellett, összeraktuk a hangfalakat, a hangtechnikát, a fénytechnikát, tehát ő bejött egy edzőterem diszkóba. Olyan hip-hop bulit lenyomtunk, de van is erről egy csomó videó. Olyan bulit csináltak, hogy teljesen kikészült, hogy ilyen van. Egyes egyedül? Ő volt a vendég, ugye? Nem, hát vele volt a baráti csapat. Azért általában úgy utaznak ezek a híresek, hogy egy-két barát velük van, hogy nem az, hogy ne legyenek egyedül, jobb. Te is, ha megtehetnéd, kimegy a legjobb barátod, vagy a feleséged, de valaki van velük. Két-három barát volt vele mindig. Ő mit látott a városból, Kevin Hart? Hát szerintem nem olyan sokat. Ja persze, mert akkor volt a Covid, hát most mondtam. Annyira nem sokat, étteremben. Hát akkor azért kemény volt, nem lehetett nagyon megoldani. Akkor Will Smith volt 2018-ban, Arnold előtt még, ő azért jött-ment a városba, ugye föl is másodt a Lánchidra. Na azt akartam kérdezni, hogy ezt te intézted, a Lánchidra? Nem, azt nekem mondta még az elején, lesz egy ilyen videó, hogy fölmennek, már előtte megcsinálták egyik hajnalba, úgyhogy hát ügyesen akkor rakta fel, mikor már elment, mert azért volt rá, illetve a repülőnyi drón, meg a mászka. De megnézték 30 millióan a videót, tehát olyan országi más videó, nagyon profi meg lehet csinálva. Nagyon profi. Ő hogy edzett nálad, Will Smith? Hát ő is inkább csak karbantartó volt, nem? Nem, neki edzője volt. Tehát vagy edzőjük van, vagy online kapják. A Harry Kevinnek online kapta az instrukciót, és nagyon fegyelmezetlen végigcsinálják. Tehát azért ugye minden munkánk megvan a szakembere, és aki ért hozzá, tehát most neki miért kéne érteni az edzéshez, vagy a táplálkozáshoz, neki edzője volt. És odafigyelnek az étkezésre is. Jamie Foxx? Hát ő haláli. Azon. Tehát vele tényleg nagyon baráti viszony van. Küldünk egymásnak még hangüzenetet. Vele nincs ez a FaceTime-ozás, mint annól, de még nem is olyan mély a barátság, de többször voltam a házába. Gyakori vendég nálad, nem? Hát nem, 17-ben volt, a Robin Hoodot forgatták, és visszajöttek pótforgatásra még ugyanabban az évben, novemberben. De hát egy igazi. Imádja az életet. És józan életű. Tehát elmentünk egy hip-hop buliba, utána bementünk vissza a szállodáján, most nem mondok neveket, hogy ne legyen reklám, és akkor ott leült a zongora, és egy balladát lejátszott, egy valami gyönyörű zenét, és mondtam két magyar szót, és az beleszőtte a dalokba. Nekem meg is van a videó, az Itt vagyok Budapesten. Pont a minap kérte el tőlem, hogy küldjem már ugye azt a videót, és hogy mit mond a videón. Hát mondom, I am in Budapest, Itt vagyok Budapesten. Nagyon tehetséges. Kosarazni akart, elmentünk kosarazni. Ha teniszezni akart, elvittem a Temesvári Andrával teniszezni. Akar dobolni, elmentünk dobolni. Tehát nekem az a jó, nekem az motivál, van valami feladat. Nekem azt meg kell csinálni. Tehát a Covid alatt én ebben rogyottam bele, nem csak anyagilag, hogy nem tudsz mit csinálni. Nekem muszáj, hogy feladat legyen. Tehát mondott valamit, és én két perc múlva ott vagy, mehetünk. Ezeket egyezteti veled, vagy csak úgy spontán jön, hogy hát Ádám, figyelj, az van, hogy elmennék dobolni. Hát úgy egyezteti, hogy megbeszéljük, és mondja, és mondom. Jó, de hát ez nincs egy tervben. Tehát... Nincs, ez spontán. Tényleg olyan vérgyilkos a srác, mint amit a főtelmes főnökünkben? Azt beszélgettük, hogy ott félelmetes volt. A többi filmében is, meg a Django-ban is, amit alakít... Voltam nála is olyan karácsonyi buliban, mint a filmekben, amit el tudsz képzelni. Kint állnak biztonságőrök, jönnek a luxusautók, bemegyek, én a fehéregér, egy ilyen igazi feka buli, ahol tényleg is kint rakják bele egy ilyen lezárható rekeszbe a telefonokat, hogy nem lehet fotózni, és nekem mutatta a biztonságőrök, hogy Ádámnak lehet, hogy őt. Tehát én nem is raktam ki nagyon így a... Bíznak a, benned de akkor. Ez nagyon fontos, és akkor ott... Bementem, hát hihetetlen. Tehát ezt európai, magyar, illetve akár európai fejjel is, hogy bárhol élhetsz a világ, egy látni egy ilyen bulit Amerikában, amiben belecsöppensz. Pedig már láttál egy-két dolgot, tehát ezek szerint mégis mi nagy hatással hát volt. A legnagyobb sok, az 18-ban volt Arnoldnál az első karácsonyi buli, amikor bementünk, vannak neki ilyen mentett állatait, amit ilyenkor elhoznak a karácsonyi bulira, legyen az egy ilyen gondozóval együtt természetesen, kígyó, láma,
aligátor, aki ilyen téli álmot alszik, mert is van így, azért szállúszózó a száj, de ott meg lehet simogatni őket, megnézni. És akkor ben voltunk itt a konyha részben, de mondom, ne olyanokat képzeljünk konyha-konyha, hanem egy mindenszor 50 legalább. Tehát egy akkora ház. És jobbra nézek ott a Sly, akkor kimentem a mosdóba, mert be van zárva, ott vártam, mert kijött a Dolph Lundgren, utána mondom, thank you, és eljövök. Tehát... Téged ismerlek, valami filmben láttam. De aztán amikor... találkoztunk vele az edzőterem is, de amikor már ebben benne vagy, akkor nem feszülsz rá, vagy nem sokkolódsz, hanem természetes lesz, és nekik is ez a jó, ha már természetes. Ugye én is megfogtam ezt az aligátort, volt is egy ilyen kép, és akkor Ralph Möller, ő Arnold egyik legjobb barátja, én is nagyon jó barátja vagyok a Ralphinak, egy tünemény ember, csúcs, aki a Gladiátorban szerepelt, és fogom az aligátort, és besétált mellém a Clint Eastwood. Mondom, Ralph, így, mondom, azonnal fotózzál, hogy mondom, azonnal. Szóval, de itt nem lehet, mondom, fotóz, nem, mert nekem a Clint Eastwood-dal kell. Hát ne viccelj már. És akkor, tehát mondom a szürreállítást, Arnold karácsonyi bulián, az Arnold konyhájába, kezeddel egy aligátorra, a Ralph Möller csinálja a képet, veled és a Clint Eastwood-dal. Na most akkor ezt dolgozd fel. Mi van ennél följebb? Megérinted a napot. Én a pillanatokat próbálom megérni, hogy ne pörögjön, ne lassuljon le. Mert ebből a itteni, tudod, itt az nem tudom, valahogy pörögnek az emberek itt. Ha mész az úton, akkor is jobbra-balra megy mindenki, és rohan valahova, de nem tudom, még nem jöttem rá, hogy hova rohannak az emberek, mondjuk itt, nem tudom. És amikor kimegyek, akkor két-három nap, hogy visszalassuljak. De nem azért, hogy semmit nem csinálsz, hanem azért, mert az a tempó van. Ez a te jetlaged? Nem a jetlag, de nem tudom. Itt mindenki hideges és rohan és eltapos. Én ezt figyeltem meg. És rosszul vagyok, amikor ebben szembesülök, amikor visszajövök. Álltam a terem előtt, valamelyik utam után, vált a lámpa zöldre, már indultam volna, már rám dudált. Na mondom, itthon vagyok. Uma Thurman hogy keveredett a látókörödbe? Amikor az Arnold itt volt most szeptemberben, látogatáson nálam, akkor reggeliztünk a szállodába, és a Uma ott megjelent. És akkor nagy, ugye együtt fogadták a Batman-en Robint, és nem tudom, hogy ennyire jóban vannak. Tök jó volt látni, hogy találkoznak, örülnek egymásnak, csomót beszélgettek, és igen, és akkor az Umának mondta, hát figyelj, mi az, hogy te nem edzel, gyere szépen levelünk edzeni az Ádámhoz. És mondta Arnold. Igen, és akkor ahogy Uma jött, ugye most becsöppen egy többszintes terembe, nem tudja mi hol van, én meg segítettem meg, és együtt leedzettünk, és olyan hálás volt, és olyan boldog volt. De ő járt a Rudasba, a Széchenyibe, tehát ő tényleg, ő is itt élt, jól érezte magát, nagyon-nagyon jól érezte magát. Kislánya is meglátogatta őt itt forgatás alatt. Az a hó kislánya, aki az első, a házasságából született, ugye? Nagyon, nagyon jó fejezem. Mondtad, hogy nagyon-nagyon fegyelmezetten edzett. Igen. Ugye? Hát ő jogázik is, illetve az tényleg múl is volt az a áslisszanás a Lánchidon a motorra megkésett. Tehát ez, na látod, ez például tök jó. Mondom, nem tudlak átfinni, elkésem, mondom, a Lánchidon át tudunk menni motorra, fölugrott meg én, és átjött velem motorra. Tehát ez az poén. Most az Uma Thurman nem ész a Lánchidon, ez is ilyen szürreális. De... Azért a Schwarzeneggeres karácsony este az minden előtt. Ebből, mert figyelj, több ezer videón van, hogy tankozunk, motorozunk, repülünk, biciklizünk, edzünk, meg amit el, sakkból van, nem tudom, több száz képen. Szóval... A sakkban mi az erőssége Arnoldnak? Veszélyesen támad? Vagy nagy machinátor? Minden egyben. Attól függ. Hát én mindig támadok, és akkor... Te vagy, aki neki rontasz? Igen. És akkor... És meg mondja neked németül, hogy már megint mit csináltál? Hát... Össze is vesztek? Nem, dehogy is, nem. Hanem szoktam ilyen magyar szólásmondásukat is befordítani, akár a Hoffitól, és akkor azt is mondja mai napig. És akkor volt egy olyan... Annyira láttam koncentrál, hogy most matot ad nekem, és én keresztbe átmentem a királynőbe, és nem tudott kijönni, mat lett. Szóval, bámultam, mint kezdő buzi a gőzfűrőmet. Tehát ezt még a Hoffi mondta, én ezt így lefordítottam egy az egyben németül, de ezt csak ő érti meg, mert osztrák a miénk, érted? Tehát egy amerikai ezt elmondta. De most ez, bocsánat, van bárkit is megsér, de ez így van, a Hoffinak ez van a lemezén. Pusszantás mindenkinek. Tehát én ezt lefordítottam. Magyarul még jobb lett volna, ha hozzád vágja, nem?
Ja. Mert akkor még legendásabb lett volna. Kivárható most Ádám közeljövőben? Hát azt így mondhatom elő. Tehát legyen nem, majd később. Igen, én tudom, de nem lehet így előre. Jönnek hozzád megint? Hát nagyon remélem, azt azért össze kell szervezni, rakni. Hál' Istennek, itt nagyon sok film jön Magyarországon. Nekünk az a jó, aki edz, vagy sportol, mert a Harrison Ford is bringázott, vagy borozgatott, a Tom Hanks edzett, tehát aki aktív, és ugye nem azt mondom, hogy fiatalabb, mert Arnold is ugye 77 és minden nap edz, hanem akinek fontos az edzés, fontos ez a sport. Lehet, hogy valaki csak teniszezik, vagy, de ha aki sportol, azt meg kell, hogy találja. Meg a referencia az, hogy tudod, a bizalom, amit beszéltünk, hogy ott vagyok, éjjel-nappal ott vagyok, éjjel-nap, bármikor felhívhat, bármit kívánhat a teremben, hogy mit szeretne. Nyugalma lesz. Tehát minden olyanról biztosítok, hogy miért próbálkozna másod. Egyébként ilyen szolgáltatás nem lehet Amerikában. Mit szólnak a többiek, amikor azt mondod, hogy srácok, ne haragudjatok, most ezt a részt ezt hagyjátok szabadon, mert jön Uma Thurman, vagy Jamie Foxx, vagy egészen más. Azt mondják, hogy oké, Ádám? Nem kell szabadon hagyni. Tehát ugyanúgy ez, mint bárki más. Oda megy a sráchoz, megkérdezi, mennyi van még a bicep gyakorlatban, és akkor ő is beszáll, vagy megvárja. Tehát nincs az, hogy most én vagyok a Jamie Foxx jövök, és akkor szállj le a gépről. Tehát ilyet el ne képzelj. Tehát annyira respektálnak mindenki. Ezt meg se tenni, ha hazamenne, ha mondanám ezt valakinek. Tehát oda megy, megkérdezi, és csináljuk majd. Tehát neki az a lényeg, ugyanolyan vendég legyen teremben, mint a többi. És ezt nagyon jól látni. Soha nem kell senkinek ilyen. Hát nem gondolkodtál azon, hogy elmenj Amerikában, és akkor az ott használd ezt a tőkét, ami itt a kezedben van? Hát nagyon sok ötletem van azonban. Én meg tudnám csinálni, nagyon sok tervem van ezzel kapcsolatban. Én ezt a Golden Era-t, ezt a Old School részt szeretném visszahozni, ami nem azt jelenti, hogy most régi, hogy nem működik, hanem a stílusban mondom, de funkcionalitásában modern, tiszta, jó hangulatú. Ez a lényeg. Ádám, egy dolgot mondj nekem, a Terminátoros robotot, az hogy szerezted meg? Meg a Hulkos óriás figurát, ami ott az edzőtermében. Na, akkor még nem voltak még hírességek, amikor azt néztem. Egyszer voltunk nyaralni, és megláttam egy boltba ezt a Hulkot. Utána kerestem a neten az eredeti, ezt egy német cég csinálja amúgy ezeket a szobrokat. Ez nekem csak is az eredeti, nem gondi, az kell, ami méretarányos, és minden kidolgozottság stimmel, az életű. És mondtam a feleségem, nekem ez a Hulk-el, azt mondja, olyan vagy, mint egy gyerek, neked minden. De mondom, hidd el, mert láttam azt, hogy ráadok a Hulk-ra egy trikót a logóval, és mindenki ott fog előtte fotózkodni, és így is lett. Tehát ez egy kulcsfigura lett, egyedül a Hulk-nak a színésze nem jött le, mert most, hagyd ne mondjam, Pilatesz vagy jogára jár. Tehát most mondok... Ezt nem összeegyeztethető. Igen, nem, ő nem jött le, meg egy nem jött le, annak is megvan a szobra, pedig rákészültem, az a Aquaman volt. Ó, a nagyhajú fickó. Igen, a Momoa, Jason. Igen, Jason Momoa, igen. Tehát ő nem, ő jött, ment. Ő is járt nálad? Nem, ő nem járt, ott nem a szobra. Jött. Tehát az egyedüli, aki nem volt meg. Tehát ebben volt egy kis rizikó, hogy megvettem a Superman babát, vagy ugye a Thanos-t, az a legnagyobb, és lejött akkor a Josh Brolin, aki játsz a Marvel-be. Ő is egy hatalmas figura. A Schwarzeneggeres Terminátort hogy szerezted? Azt egy magyar művész ember csinálta, amit még mindenek előtt megvettem, mint gyerekkori példakép, meg tetszett, meg kedvenc filmem a Terminátor 2. Most így mondom, mert ez nekem kellett. Tehát ez imádom, világít a szeme, az a T2, a T-800-as Terminátor 2-ben. És akkor most látod, a jóisten akarta, ott az Arnold, legjobb barátom, és aláírta azt. Tehát mindenem alá van amúgy iratva. Kocsi, motor, minden. Kabátok. Úgyhogy egyszer én elmegyek a más világra, a lányok abból meg fognak élni, hogy eladogatják. Én nem tudnám, tehát akkor sem, ha ilyen halok. Nekem ez nekem érzelmi kötődés. Tehát ez nem az íratom alá, hogy most nekem mennyit ér. Nekem ez tök jó. Hogy a Fatboy-jal, amivel ment a Terminátor, nekem alá van írva a Fatboy. Tehát valahol ilyen gyerek, ugye lemegy az ember. De ezt megfigyeltem, már kivel találkozik, hogy... Mindenkinek van ilyenje, nem? Neked ez? Jó, de hát ez legyen. Én nem ittam még életemben alkoholt. Más se csináltam, ami káros, és nekem ez. Hát szerintem ebben nem ártok senkinek. Szerettem, valakinek ez sok, ez az Arnoldos, de hát én most se azért mondom, mert én ebben kérkedem, tudod, elhívták, meg tisztelettel mondom, meg szerintem egy nagy dolog, hogy 7 milliárd emberben van egy magyar srác, aki
aki... Ez volt az apropója meghívásodnak. Ezt valahol nagyon különleges dolognak tartom, hogy több millió ember van körülötte, és hogy velünk egymás közt alakult ki ez a baráti viszony. Tehát ezért én nagyon hálás vagyok, különleges. Ádám, én pedig hálás vagyok azért, hogy elfogadtad a meghívást. Hát amennyi belefért ebbe, de van... Hát ez tovább is tarthatna, nem? Sok sikert nektek. Köszönöm. A Total Fun Sport nézőinek pedig ajánlom, hogy figyeljék az Instagramot, a Facebookot, a TikTokot, és tartsanak velünk továbbra is. Viszontlátásra.